A gyulladanyai fajta kísérleti állomás a Nébik egyik legfontosabb állomása. Ezzel együtt 15 telephely van Magyarországon. Az idei első fajta bemutatót 14 cég és több mint 100 szakember részvételével itt tartották meg. A legnagyobb jelentőség ennek a rendezvénynek talán az, hogy itt az a szakmai tapasztalatcsere, a jó gyakorlatoknak a megosztása és az információk első kézből való átadása ezen a helyen, ebben az időben, itt most Gyulatanyán megtörténhet, és hát bízunk benne, hogy valóban ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az őszi káposztarepcével, kalászosokkal foglalkozók, és természetesen majd a későbbiekben a más növényfajokkal foglalkozók mind-mind hozzá tudnak tenni ezekkel az információkkal ahhoz, hogy eredményesen tudjanak gazdálkodni a saját területükön. A termelők egyhangú véleménye, hogy bár jelenleg szép a repce, a kora tavaszi csapadékmentes időjárás nem kedvezett a termésnek. A konferencián az ebből adódó problémákra is igyekeznek megoldásokat találni. Egyre jobban előtérbe kerül mostanában az időjárás miatt a lomtrágyáknak a használata, mivel tudnilik a granulátumokat, hogyha nem esik eső, akkor a növény nem tudja felvenni. A levélek kijutatott hozamnövelők viszont egyből érvényesülnek, hasznosítani tudja a növény. A Nemzeti Agrárkamara áprilisi összesítése alapján a termésállomány közel 40%-a gyenge minősítést kapott. Bár a májusi esőzések javítanak a helyzeten, mégis szerény termésre lehet számítani. 960 ezer hektárról Magyarországon most búza elvetve, őszi búza. Hogyha ezt visszaemlékszünk az előző évekre, tehát most már harmadik, negyedik éve 1 millió hektár alatt van az őszi búza vetés felette, tehát egy kicsit azt mondom, csökkenősről lehet beszélni, ugyanakkor viszont a biológiai alapok biztosítottak, hiszen a fajta nagyon nagy számú fajta rendelkezésre, hogyha csak megnézzük a nemzeti fajta jegyzéken 155 búzafajta, őszi búzafajta rendelkezésre, és azért is jók ezek a bemutatók, hogy ezek közül a nagyszámú fajta közül azokat a legjobban termő, legjobb képességű fajtákat választják ki a gazdálkodók, amelyek mondjuk ebben a térségben gazdaságosan jól termeszthetők. Az őszi káposzta repce területe azonban folyamatosan növekszik, nem csak országos szinten, megyénkben is. Az őszi konferencián a burgonya lesz terítéken, amely már a 150. fajta bemutató lesz.